Hogyan javíts az életeden egy lépésben elnevezéssel tartotta meg polgártársnőnk Natasa Dzsigurszky első műhely munkáját, amely a legtöbb nő életéből származó különféle témákra fókuszál. Az összesen 4 sorozatból álló műhelymunkákat Óbecse Községi Fiúsági Irodájának támogatásával az Óbecsei Nők Egyesülete szervezi. Az Óbecsei Nők Egyesülete egy új egyesület, amely mindössze néhány hónappal ezelőtt alakult meg, azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a nők szükségleteire és alapvető lehetőségeire. Főleg itt nálunk Óbecsén, mivel úgy véljük, hogy ez lehet, hogy el van hanyagolva. Dolgozni fogunk a nők pozitív megerősítésén, a tudat felkeltésén, a nők motiválásán, a tájékozottságukon és az edukációjukon. Ezek mind olyan témák, amelyek az utóbbi időben aktuálisak itt nálunk az országban, és valójában mindegyik arra szolgál, hogy jobbá tegye a nők helyzetét a társadalomban. Ez a mai műhely munka az első a 4 közül, amelyek ingyenesek lesznek, és amelyeket Natasa Dzsigurszkyval együttműködve valósítunk meg. Mi, mint Óbecse Községi Fiúsági Irodája, örülünk annak, hogy megkezdtük az együttműködést az Óbecsei Nők Egyesületével, amit valójában ezzel a 4 előadással kezdünk el, melyeken véleményem szerint a nőknek alkalmuk lesz nagyon érdekes személyes, de gyakorlati tanácsot kapniuk Natasától. Rendkívül fontosak az ilyen műhely munkák is, az is, hogy folyamatosan meg legyenek tartva Óbecse községben, annak érdekében, hogy tudatosodjanak ezek a témák, hogy beszéljünk végre róluk, hogy a nők felszabadulhassanak és önbizalmat nyerhessenek. Az óbecseiek Natasa Dzsigurszkyt óvónőként ismerik, hiszen ezt csinálja az elmúlt 2 évtizedben. Polgártársnőnk azonban az utóbbi időben elkezdett edukációval, a fiatalokkal és a felnőttekkel is foglalkozni, de más aspektusból. Az volt az ötletem, hogy ezeket a témákat felvessem és elterjesszem polgártársnőink között, mert úgy vélem, hogy ez elengedhetetlenül szükséges, hiszen egy olyan kulturális örökségben élünk, amely igen gyakran hátráltatja a nőket, és ez bennem a saját életem során tudatosult. Mivel gyakorlatias vagyok, mindezt alkalmazni kezdtem, és arra jöttem rá, hogy ez valóban eredményekhez vezet. Így született meg az ötlet, hogy ezt másoknak is átadjam, és ezzel rajtuk is segítsek. Az első sorozat, amit szeretnék folytatni is, a Változtass az életeden és élj úgy, ahogy szeretnél témakör alapján olyan témákat vet fel, mint a meggyőződés, az önbizalom, a stressz helyzetek, amelyek mindannyiunk életét képezik. Itt pedig arról fogok beszélni, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket, hogyan oldjuk meg a stressz helyzeteket, hogyan erősíthetjük önbizalmunkat, és hogyan higgyünk abban, ami a javunkat szolgálja. A műhely munkákat minden szerdán 18 órától tartják, június 8-ával bezárólag. Ekkor lesz megtartva az utolsó. A határok felállítása, saját önbizalmuk erősítése és a stressz leküzdése lesznek a témák, amelyekkel foglalkoznak ezeken a műhely munkákon. A foglalkozásokon való részvétel iránt érdeklődők a 064-15-35-838-as telefonszámon jelentkezhetnek. Ezúton szeretnék meghívni minden érdeklődőt, hogy lépjenek velünk kapcsolatba, adjanak hasonló ötleteket, mi pedig segítünk a megvalósításban. Minden kérdésre válaszolunk. Egy produktív és kreatív légkört szeretnénk teremteni, ahol a nők kifejezésre juthatnának, ahol valami újat tanulhatnának. Bízunk abban, hogy a közeljövőben is lesz alkalom ilyen és ehhez hasonló összejövetelekre. Ezért várjuk Önöket!